2022-ben új verziója jelent meg a Windows 11-nek, a 22H2. Végre, ahogy szokott lenni, kb. Egy év elteltével adnak ki egy nagyobb javítást a Windowsokhoz. Most ez történt meg. Az, hogy mennyire lett jó, majd döntsétek el ti. Ezen videóban az USB-s telepítését fogom bemutatni, mivel a korábbi videómhoz képest változott a menete. Tiszta telepítésről lesz szó, vagyis mindent törölni fogunk a gépről. Ha viszont meg szeretnéd tartani az adatokat, alkalmazásokat és csak frissíteni kívánsz a legújabb 11-esre, akkor nézd meg a videót, melyet a jobb felső sarokban linkelek. Most, valamint a videó leírásában szintén megtaláljátok. Na de folytassuk. Először is letöltjük a Microsoft oldalára az ISO-fájlt, Multi Edition, magyar, 64 bites verzió, mi más, nincs is más 64 bitesen kívül. Hú, már hányszor letöltöttem, és még mindig lassú, de ti most egy szempillantásnak fogjátok látni, hehe. Akár közben letölthetjük a Rufus-t is, itt most a 3.20-as verziót, egy 8 GB-os pendrive-ot már előkészítettem, kiválasztom a letöltött ISO-fájlt. Ha jóval régebbi gépre szeretnétek telepíteni, aminek a BIOS-a nem támogatja az UEFI-s bútolást, akkor GPT helyett válasszátok az MBR partíciós sémát. A kötet címke résznél nevet is adhatunk a pendrive-nak. Én nem fogok, szinte semmit sem állítok, ha gondoljátok, ti megtehetitek. Elindítom, illetve rákérdez néhány beállításra. Alapértelmezetten be van pipálva a RAM, valamint a TPM ellenőrzés kihagyása. Esetünkben ez kötelező, mivel nem kompatibilis a gépünk. Én bepipálom még, hogy ne kérdezgessen majd a telepítéskor az adatgyűjtésre vonatkozó dolgokat. Figyelmeztetés, hogy ami jelenleg van a sticken, az el fog veszni. Ha kéz bedugjuk a célszámítógépbe, és a boot menüből az UEFI-s lehetőséget választom. Törlöm a lemez tartalmát, és megy a menet. Szokásos kérdések. Microsoft fiókra buzdít, de még ki fogjuk hagyni, felhasználónévnek beírjuk, hogy b.kukac.b.com, jelszó 1, és mivel nem sikerül a belépés, így már engedi helyi fiók létrehozását akár jelszó nélkül. Ennyi. Ha tetszett, hasznos volt, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, sziasztok!